Isus. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védjétek. Az Úr legyen veletek, és az Úr áldjon meg benneteket, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, járjunk békében és szeretetben. Imnurile de stat ale României, Uniunii Europene, Poloniei și Ungariei.
Vivat Bathory Fest! Îl invit alături de noi pe domnul primar Mihai Cristian Lazăr pentru mesajul de bun venit. Domnule consul, distinși invitați din orașele înfrățite, distinși șimleoani prezenți astăzi aici, ce zi frumoasă, ce dimineață splendidă de iulie, ce început avem aici, în unul dintre, stăteam și mă gândeam, poate cele mai frumoase locuri din Șimleul Silvaniei, pentru că în spatele meu și în fața voastră aveți cel mai vechi edificiu din acest oraș, edificiul în care a fost botezat regele Bathory. Iar cel puțin anual, se cade să ne aflăm aici și să ne întoarcem gândul spre ceea ce a reprezentat această cetate și această istorie până la urmă. Și atunci, dacă e vorba să întoarcem privirea în urmă, ne-am gândit la termenul de moștenire. Și acest termen de moștenire, teoretic, istoric vorbind, are două valențe. Prima dintre ele și cea mai palpabilă este, nu știu, clădirea, zidul, cetatea ce a rămas. Iar în urmă avem biserica, una dintre cele mai frumoase clădiri și cea mai veche din Șimleul Silvaniei, în care a fost botezat regele Bathory. Dar dincolo de această componentă, cum spuneam, mai este încă una. Moștenirea tradusă prin principiile și valorile pe care regele Bathory le-a propagat și crezul său până la urmă. Iar dacă ne întoarcem privirea spre acest lucru, o să observăm că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să avem insuflate aceste valori. Pentru că, vorbind despre moștenirea regelui Bathory, n-avem cum să nu vorbim despre punerea la adevărata valoare a sistemului educațional. Pentru că, la inițiativa sa, s-au născut universitățile Babeș-Bolyai sau Universitatea din Vilnius. Totodată, vorbind de regele Bathory, vorbim de un reformator, cel care a reformat sistemul monetar de la acea vreme și a implementat un sistem de gestiune unică în statul său. Și nu întâmplător am lăsat la urmă următorul aspect, cel de-al treilea, al multiculturalismului, al componentei, să zic, unificatoare pe care regele Bathory a gestionat-o foarte bine. A fost un adevărat unificator și un multiculturalist convins, pentru că a domnit peste diverse popoare, lituanieni, transilvaneni, maghiari, polonezi, bieloruși, aș spune. Prin urmare, a avut un crez al păcii și al unificării. Astăzi, mai mult ca oricând, acest crez trebuie să fie valabil pentru că vedem ce se întâmplă la câteva sute de kilometri de țara noastră. Și avem nevoie de lideri, care să aibă insuflate aceste valori despre care vă vorbeam, ale reformei, ale unificării, ale multiculturalismului sau a respectului față de educație. Despre asta avem nevoie și dacă stăm să ne uităm istoric în Șimleul Silvaniei, apropo de multiculturalism, doar văzând parcursul istoric, putem observa că aceste valori lăsate, moștenire de regele Bathory, au fost întotdeauna vii aici la Șimleul Silvaniei. În urmă cu câteva minute am asistat cu toții, români, polonezi, maghiari, la Sfânta Liturghie. Ce dovadă mai bună și mai frumoasă decât trei popoare să rostească Tatăl nostru împreună? Asta ne-a lăsat regele Bathory și cred că aici trebuie să ne întoarcem tot timpul cu gândul. Mă duc mai departe și la Șimleul Silvaniei, apropo de multiculturalism, cred că, nu știu, cooperarea, să zic așa, sau echipa pe care o facem, comunitatea română, comunitatea maghiară, aici la Șimleu împreună, comunitatea de șimleoan, este una productivă și treaba pe care o facem în fiecare zi nu încetează și nu întârzie să își arate roadele. Ca atare, moștenirea regelui Bathory trebuie să o păstrăm vie în fiecare zi,
prin tot ceea ce facem noi. Și să nu uităm de cele trei componente despre care v-am vorbit adineaori și pentru noi este încă o dată o mândrie să avem acest blazon al orașului Șimleu Silvaniei, această cetate și acest rege pe care orașul l-a dat lumii până la urmă. Astfel încât nu pot să nu amintesc în aceste clipe mulțumirea și recunoștința pe care o adresez orașelor înfrățite care astăzi au fost prezente și în aceste zile au fost prezente aici, din Ungaria, din Polonia sau din Republica Moldova. Vă mulțumesc încă o dată și să știți că puteți conta și să o faceți în fiecare zi pe parteneriatul nostru. Noi, mai departe, în anii care urmează, la fel cum am spus-o în anii trecuți, ne dorim ca acest festival, acest eveniment să crească. De ce? Pentru că această moștenire trebuie pusă cât mai bine în valoare. Și pentru asta, de anul acesta, am reușit, așa cum ne-am propus, să obținem o finanțare europeană și tot ce s-a întâmplat astăzi și zilele trecute la Șimleu Silvaniei să fie inclus într-un program european, Europa pentru cetățeni. Un program intitulat Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori. Tocmai dacă ne uităm la ce, la intitularea programului european, să vedeți că nimic nu e întâmplător, Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori, și ne uităm la ce vă spuneam, la istoria regelui Bathory și ce ne-a lăsat moștenire, vedem că se suprapun. Regele Bathory a fost aplicat asupra cetățenilor, pe unificare și multiculturalism, pe egalitate, a domnit peste atâtea popoare, pe drepturi și pe valori. V-am spus despre ce valori e vorba. Așa încât este de datoria noastră și este privilegiul nostru, înainte de orice, să cinstim această memorie în fiecare zi și în fiecare an. Sper că v-ați simțit bine la Șimleu și vă așteptăm cu siguranță în anii care vin la evenimente tot așa de frumoase, cel puțin, dacă nu și mai frumoase. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Cu permisiunea dumneavoastră, îl invit pe domnul consul Simonello. Consul la Cluj, pentru a ne transmite mesajul domniei sale. Stimate domnul primar, a diplomáciai testületek igen tisztelt tagjai, tisztelt képviselőurak, testvérvárosok részéről megjelent tisztelt képviselők, tisztelt ünneplő szilágysomjói polgárok. Immár évtizedes hagyománnyá vált, hogy minden évben a helyiek színvonalas szervező munkájának eredményeként ünnepi keretek között emlékezünk a nagyerdélyi fejedelemről, Lengyelország királyáról, Litván nagyfejedelemről, a Somlyai Bathory Istvánról. Ilyenkor összegyűlünk közelről, távolról lerúni tiszteletünket és elhelyezni a megemlékezés koszorúit. Így szeretném megköszönni a magyarországi testvérvárosoknak, Nyírt Bátornak, Szentesnek, illetve képviselőiknek, valamint a számos hagyományőrző csoportnak, hogy évről évre itt vannak, és hűségüket és áldozathozatalukat bizonyítják azzal, hogy a szilágysomjói eseményeken jelen vannak. De miért is fontos ez nekünk? Miért is fontos ez a szilágysomjói polgároknak, a magyarországiaknak, lengyeleknek, litvánoknak, hogy itt szilágysomjón élénken és elevenen tartsuk a nagy fejedelem emlékét? Igen, fontos az emlékezés két okból is, egyrészt az egyén szintjén, másrészt a közösség szintjén. Az egyénnek megvan az a természet által beletáplált ösztöne, hogy szeretné magát valamilyen módon átmenteni az utókorra. Ezért habitusától, képzettségétől és lehetőségeitől függően valamit alkotni. Házat épít, fát ültet, szellemi alkotásokat hoz létre, valamint Bathory István országot, nemzetet épít. Az embernek önmagából művet kell alkotnia, hogy az örökben abban lépjen, mondta Hamvas Béla a Pátmos című eszéjében. Az ember élete túlnő magán és tömény kivonatában olyan szférában rakódik le, amely az élethez hasonló, mégis más alakban is erőkkel az életre visszahat, és az életet a maga képére formálja. Az egyénnek megvan az a tulajdonsága, hogy mintákat és példákat keressen a történelemben, akinek az élet példájára és életútjára támaszkodva könnyebben megmaradhat az élet folyamatban.
Ezért fontos, hogy emlékezzünk, hogy felidézzük a hajdani korokat, mert meggyőződésem, hogy aki nem ismeri a múltat, ha úgy tetszik a történelmet, az a jelenben igencsak bizonytalan kulturális talajon áll, ennél fogva a jövő számára még kilátástalanabb lehet. Az ilyen emberrel szinte bármit meg lehet tenni, mert nincs miben kapaszkodnia, nincs visszavonulási pontja, viszonyulási pontja. Másrészt mindig fontos, hogy közösségként olyan vezetői példaképek álljanak előttünk, akiknek életútjából erőt és, ha úgy tetszik, politikai látást tudunk meríteni. Életútja nem hagy kétséget afelől, hogy ilyen uralkodó volt Bátor István. Élete visszahat a miénkre, és ennyi évszázad után is formálja. Én személy szerint Bátor István életútjában azt tartom a legkiemelkedőbb erénynek, hogy azt próbálta reálpolitikusként megvalósítani, ami az ország és a térségben élő nemzetek javát szolgálta, és hogy magyar főúri mi voltát megtartva, szellemiségében egy igazi közép-európai uralkodó volt. Nem a birodalmak, vagy egy nagy európai, vagy más birodalom szolgálatát tűzte ki politikai célul, hanem intézkedéseivel az országlása alatt álló közép-európai népek megmaradását próbálta minden áron elérni. Habár ízig-vérig magyar főúr volt és maradt, és ahogy ő mondta, Isten elsősorban a magyarok uralkodójává tette, ennek ellenére hűen szolgálta a lengyel és a litván tront, nagy dicsőséget szerezve ezen népek körében a magyar névnek. Nem mellesleg politikájában nemzetiségtől függetlenül mindenki helyet kapott, akinek politikai célja egyezett az övével. Jelesül, hogy megóvja a közép-kelet-európai népeket attól, hogy a környező nagy birodalmak martalékává váljanak. Bátor István élete nyomot hagyott a történelemben, túlnőtt önmagán. Végezetül azt kívánom, hogy Bátor István uralkodói örökségét még inkább megismerve, ezen szilánysomjói megemlékezések is hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt élő nemzetek vezetői felismerjék a közép-kelet-európai érdeket. A közép-európai népek, magyarok, románok, lengyelek és más népek barátsága és békés egymás mellett élés se képessé tegye őket arra, hogy érdekeiket közösen tudják megvédeni, hogy Európa ezen szegletében együtt építhessünk egy prosperáló jövőt. A szilágysomélyaknak pedig szívből kívánom, hogy mindig legyenek büszkék városok szülöttjére, aki bár erdélyi fejedelem és lengyel király, litván nagy fejedelem volt, de nevében mindig hordozni fogja a születési helyére utaló somjai földrajzi jelzőt. Remélem, hogy ez a rengeteg színvonalas kulturális program felkeltette az érdeklődés mindenkiben, aki fogékony a múlt iránt, és megkívánja ismerni annak gazdag örökségét. Kívánom, hogy ez a megemlékezés lángja soha ne aludjon ki, tápláljuk azt mindannyian a jövőben is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Mulțumim, domnule consul. Are cuvântul în continuare domnul Pop Jolt, reprezentantul comunității maghiare din Sălaj. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlevők, engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsek mindenkit itt a Magura lábánál, kicsiny városunkban, Szilágysomjón. Szilágysomjó már nagyon rég, közel több mint 500 éve beírta magát nagy betűkkel a történelem nagy könyvébe. Hisz tudjuk, hogy az önök hátánál lévő vár falai között 1533. szeptember 27-én meglátta a napvilágot Bátori István. Az a nagy fejedelem, melyet nem sokkal később a hátamnál lévő templomba kereszteltek meg, és életét igaz keresztényként élte le. Nem csak hadi múltját ismerjük, hiszen nagyon kiváló volt a tudományok terén is. Hatalmas tudásvágya abba tükröződött, hogy iskolákat alapított, és neki köszönhetjük úgy a kolozsvári, mint a vilniuszi egyetemnek az alapjainak a letételét. Ezért hálával tartozunk neki. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött és részt vett az elmúlt napjainkba a várjátékokba, és részesebe volt egy kicsi történelem darabnak a megjelenésében, és megkérnénk mindenkit, aki itt van, hogy ezeket az emlékeket vigyük el magunkkal, mondjuk el családunknak, mondjuk el barátainknak, ismerőseinknek, hogy igenis, itten van élet Szilágysomjón, van történelem, amelyet tisztelnünk kell. Szeretném továbbra is, hogy az üzenet, amelyet Bátori hagyott számunkra, mindig éljen bennünk. Vigyük tovább, hogy tanulással, kitartással
és komoly harccal bármit elérhetünk. Ahogy ő is elérte, hogy egy kicsi város szülöttje, Erdély fejedelme, Litvánia fejedelme és Lengyelország királya lehetett. Szeretném továbbra kihangsúlyozni, hogy én úgy érzem, hogy nekünk itt most mindannyiunknak kötelességünk van. Kötelességünk van, hogy Báthory István nevét és az ő hagyományát tovább vigyük, megőrizzük, és ne hagyjuk, hogy elfeledésbe vagy feledésbe merüljön a jövőben. Én kívánok mindenkinek nagyon jó itt létet Szilágysomlyón, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Are cuvântul în continuare domnul Mate Iosef, reprezentant al husarilor din Sălaj. Erő tisztességet, jó napot kívánok! A 15. Mátyás huszárezred szilágysági hagyományőrző csapatának a nevében szólok jelenleg önökhöz. Báthory Istvánról a történelmi összefoglalót a polgármester és a kollégáink már megtartották, úgyhogy én kizárólag csak néhány huszársággal kapcsolatos aspektusra reflektálnék. Ma szándékosan Szilágysomlyóra Perecseny irányából érkeztünk, ahol 1848. december 9-ére vagy 7-én éjszakára Bem József, József Zakariász Bem is bevonult Szilágysomlyóra. Mi csak felvonultunk, Bem József bevonult. Azért vonult be, hogy visszafoglalja Erdélyt, és ez tudjuk, hogy karácsonyra ugye Nagybánya és Kolozsvár a kezére kerül. Ez egy fontos helyszín ugyanúgy számunkra is, ahogy fontos volt Bem József számára. A polgármester kiemelte, hogy Báthory István ugye egységes pénzt verettetett. De a pénzérme hátuljára a szűzanyát a karönülő kis Jézussal verette. 1848-ban, amikor megalakult a 15. Mátyás huszárezred, a magyar címer mellé, a hátoldalára a szűzanya és a karonülő kis Jézus kerül. Nem véletlenül. A mai napig a mi zászlónkon ez a jelkép az, amit megőrzünk és amit átadandónak találunk. Hogyha oda nézünk a barátaink részére, ugyanúgy a zászlóikon ez a motívum van. Azokat a keresztény értékeket, amiket Báthory István képviselt, úgy gondolom, hogy a mai ilyen LMBTQ-s melegedő, felmelegedő világban még fontosabb megőrizni, mint 1500 évvel. A gyerekeinknek már azt mondják, hogy nem tudjuk pontosan, ki a fiú és ki a lány. Én azt mondom, tudjuk. A fiúnak legyen felesége, a lánynak legyen férje is, ennyi. Ezt mindenkit megkérek otthon, unokáknak, gyerekeknek magyarázzuk el, kérem szépen, nem normális, nem Istentől való. Ezeket az értékekből nem szabad engedni. Azon kívül nekünk magyaroknak a békés együttélés mellett fontos, hogy a mondásunk magyar, magyar a házas, hogy nemzeted élni fog. Ez nincs senki ellene, saját magunk, nemzetünk megtartása érdekében fontos. 1848-ban és a 15. Mátyás huszárezred ugye az erdélyi csaták nagy részében kivette a részét, de ne felejtjük el, hogy a szabadságharcban az erdélyi nemzetek karöltve harcoltak az osztrákok ellen, csak a pénz, a politika, a félrevezetés oda sodorta a történelem forgókerekét, hogy egymás ellen emeltük kardjainkat. Mi, ha ügyesebbek, okosabbak vagyunk, akkor a jövőben soha nem fogjuk egymás ellen fordítani a fegyvereinket, hanem békességben fogjuk építeni tovább a közösségeinket. Arra kérem önöket, hogy mindenki gondolkozzon el rajta, hogy mekkora tettet vitt véghez Báthory István, mekkora tettet vittek végbe a történelem során mindenkinek a saját hősei, és egy kicsit szálljunk magunkba, hogy vajon ma mi lennénk eset olyan bátrok, lennénk annyira határozottak, ki tudnánk állni, életünket adnánk a hazáért, a nemzetért, ahogy annó honfitársaink tették. Ha önök igen tudtak válaszolni, én gratulálni tudok önöknek. Én nem vagyok benne biztos, hogy én olyan bátor lennék. Isten adja, hogy ne kelljen, kipróbáljuk. Isten adja, hogy ne kelljen. Köszönöm, hogy Mate József. Urmează ceremonialul de depunere de jerbă de flori în memoria lui Ștefan Báthory. Depune jerbă de flori din partea primăriei orașului Șimleu Silvaniei.
Jerbe de flori, trupele de reconstituire istorică din Polonia, Ungaria și echipa husarilor din Sălaj. Alege Rosaghi, pari mai ne zicea patru păsărul zmă. Alege Rosaghi, pari mai ne zicea patru păsărul zmă. Deci, țin așa aici de sără, haide și eu păsărul zmă. Zăspăvă istorici ne spăscă. Thank you.
Huszáron! Tisztelek! Domnilor, vă mulțumim pentru participare și vă invităm de la ora 1 la sediul final în cetatea Batorii din Șmileu, Silvanie. Așteptăm! Gracias.